Szervusz, Tomi! Hát gratulálok ez a győzelemhez. Egy kicsit talán még meglepő is volt, mert a két kapukon nagyon erősek voltak a horvátok. Jól kezdtük a mérkőzést szerintem nagyon. Úgy éreztem, hogy tényleg koncentrált volt a csapat. Szerettük volna ezt a mai győzelmet. Presztízs kérdést csinálunk belőle, attól függetlenül, hogy általában minden mérkőzésből, ami hivatalos mérkőzés, meg az edzőmeccsekből is azért, mert azon keresztül tudunk fejlődni. Így tettek azért ezzel a horvátok is, és azért tegnap este is egy nagyon kiegyensúlyozott jó mérkőzés volt. Az még ugye nem így hivatalos keretek között, de ez meg abszolút egy tétmérkőzéshez hasonlító mérkőzésé alakult. Kemény csaták, kemény ütközetek elől-hátul. Nem volt könnyű alkalmazkodni az első időszakhoz, mert nagyon, nagyon sok kiállítást kaptunk hátul, azt hiszem 8-1 volt a kiállítás mindjárt az elején, nem a mi javunkra. Menedzselni kellett a hátvédeket, hogy hogyan osszuk be őket, illetve a végén ehhez alkalmazkodva a védekezést is váltottunk, ami azért minél későbbre akartam hagyni, hogy ebből tudjunk profitálni, és ez végül sikerült, mert visszajöttek 8-4 után a horvátok 8-8-ra, és azért tudtunk onnan is még egyet valamit változtatni. Örülöknek, nem volt tökéletes mérkőzés, az természetes, rengeteg dolgot láttam itt menet közben is, ami nem volt jó, de nagyon tetszett a hozzáállás, a lendület, ahogy megvittük az egy-egyeni csatákat, és egy hasonló mérkőzésre kell majd számítanunk holnap is. Köszönöm szépen, jó pénis már.